Köszöntjük nézőinket! Már is kapcsoljuk az irányító tornyot, hiszen pillanatokon belül elstartol az első magyar űrhajó a Szaturnusz felé. De később még jelentkezünk a stúdióból hírekkel, bejátszásokkal. Kuvasz 1, itt a Liszt Ferenc irányító torony. Minden rendben? Liszt Ferenc, itt Kuvasz 1. Pillanatot még becsekkolok. Tudnátok segíteni? 10 dekával nehezebb a szkafanderem, ha megengedetnéd, és 20 eurót kérnek tőlem, hogy beszállhassam. Vettem Kuvasz 1, elnézést a kellemetlenségért, már is intézkedünk egy pillanat. Köszi. Figyelj! Fizesd be a 20 eurót, minden követ megmozgattunk, ilyen messzire nem ér el a kezünk. Bent vagy már? Még nem, most 25 eurót kérnek, ha az ablak mellé akarok ülni. Mit gondolsz? El tudod vezetni úgy a gépet, hogy nem látsz ki az ablakon? Végül is vezettem úgy Ikaruszt a BKV-nál, hogy 2 hónapig nem csinálták meg az ablaktörlőt. Viszont most meg 30 eurót kérnek, mert nem nyomtattam ki a beszállókártyát. Mennyi pénz van nálad? Még 30 euró. Meg akartam állni a Holdon kóláért, de legfeljebb majd iszom a Marshall jeget. Köszi a rugalmasságot, akkor kezdenénk a felszállás előtti ellenőrzést. Csavarhúzó? Van. Köszi, akkor ezzel meg is vagyunk. Indulhat a visszaszámlálás? Igen, de azért egy komolyabb ellenőrzésnek is örülnék. Felőlem? Jó, akkor nézzük. Nyomás? Már hogy induljak? Nem, úgy értem kabin nyomás. Köszi, már 2-szer is voltam kint. Mióta rostgazdag az étrendem, nincs gond. Jó, inkább hagyjuk. Figyelem, visszaszámlálás indul. 20, 9, 18, 2, 6. Haló, torony, nem erősségem a matek, de itt valami gond lehet. Ja, bocs, csak megy a tévé, és épp húzzák a Kenót, mindjárt lehalkítom. Jó, akkor indul a visszaszámlálás. 5, 4, 3, 2, 1, robbantás! Tessék! Bocs, csak beidegződés a bányász múltamból, szóval start! Amint megérkezik a Kuvasz 1, ismét kapcsoljuk. Addig azonban arról, hogy Orbán Viktor a felcsúti Luke Skywalker űrakadémián ünnepi beszéddel köszöntötte a magyar Szaturnusz missziót. Kedves barátom, tisztelt hölgyeim és uraim! A Szaturnusz kicsit olyan, mint mi. Kívülről csak az látszik, hogy nagy a gáz, de odabent van egy kemény mag. Jó példa ez a planéta, hiszen legalább 64 holdja van. Ez év júniusától minden olyan bolygó, amelyik 4 holdnál többet tart el, mentesül az SZIA fizetés alól. Newtonnak viszont üzenjük, még egyszer mondom, üzenjük, hogy nem fogadjuk el a gravitáció törvényét, mert nem mi hoztuk. Mivel a Szaturnuszon évek óta február van, Gyurcsány Ferenc a bolygón, illetve annak Titán holdján tartotta bolygóközi évértékelőjét. Szaturnusz, pártelnök úr, hozzák a szavazókat az űrből? Mikorra várja a következő Szaturnust? Ha? Szaturnusz? Titán? Hát én is voltam Titán. Titán, nem emlékeztek, amikor kezdő voltam? És most itt vagyunk a Szaturnuszon, mindenki bolygóján. Szálljunk le! Gyerünk, szálljunk le! Hiába jön ide, miniszterelnök úr! Itt se lesz nagyobb a tömegvonzás. Elkezdődött a visszaszámlálás, lője ki magát, de ha lehet, a Plutóig! Most pedig ismét kapcsoljuk a Kuvasz 1 fedélzetét. Jó napot kívánok! Milyen magasságban van jelenleg? 25 ezer méter. És ilyen magasságban mit lát, ha kinéz az ablakon? A magyarországi ingatlan árakat. Mikor válik le a rakétáról a második fokozat? Ha már nem bírom tovább kézzel tartani. Nem titok, hogy 300 jelenkezőből választották ki az útra. Hogy önre esett a választás? Hát valahonnan megtudták, hogy egyszer a BMW-vel 12 perc alatt leértem Pestről a Balatonszandra. 12 perc alatt? Hát igen, én is szégyellem, kicsit nagy volt a dugó. A többi ellenzéki párt szerint a kormány ki akarja sajátítani a naprendszert. Hadházi Ákos és Varjú László a Holdon le akartak feküdni a Földre. Ám az alacsony gravitáció miatt ez nem sikerült.
Szél Bernadett feljelentést tesz a főügyésznél, Hold Péternél. Az ellenzéki politikusok egyébként feltűnően könnyedén mozognak az űrben, mivel az elmúlt évek során hozzászoktak a súlytalansághoz. Közben nézzük, hol jár épp a Kuvasz 1. Kuvasz 1, itt a torony, látod már a Marsot? Itt Kuvasz 1, látom, a Bounty mellett van. Mit csináljak, megegyem? Ha jobban jársz, ha beszippantod a Szaturnusz légkörét, abban kevesebb a vegyi anyag. Ferihegy, van egy kis problémánk. És pedig? Semmi, csak ki akartam próbálni ezt a dumát. Kuvasz 1, jelezd a helyzetedet, merre jársz? Most haladok el a Merkur mellett. Meg vagy őrülve, hát ez az ellenkező irányban van. Hát most a nap felé haladsz, nem a Szaturnusz felé. Bocs, 10 évig taxiztam. Rutinból a hosszabbik úton indultam el. Ha már ott vagy, milyennek találod a Merkurt? Nekem nincs bajom vele, de apám még most is kíván, hogy 8 évet várt náluk a zsigulira. A magyar celebvilág számos képviselője már a Kuvasz 1 előtt megérkezett a Szaturnuszra. Sokakat közülük nem engedtek ki az űrbe, mondván ott már így is elég sötét van. A szerencsések között van Curtis, aki már bejárta az egész bolygót, miután felszívta az egyik gyűrűt. Huyber Feri még a Földön lőtte ki, illetve be magát, így űrhajó nélkül is ide tudott repülni. Pataki Attila meggyőződéssel vallja, van értelmes élet a Szaturnuszon, ám ezt a vele találkozó fénylények cáfolják. Most pedig ismét kapcsoljuk az irányítóközpontot. Igen, itt vagyok, a sas leszállt, és már is magyar nótákat énekel. Kuvasz 1, jelentsd a helyzetedet! Torony, itt Kuvasz 1, berepültem a Szaturnusz gyűrűjébe, de rám lőtt egy Django Fett nevű űrge, mit csinálja? Kezd meg a leszállást, mondom a koordinátát. Marika néni, muszáj most takarítania, nem látja, hogy dolgozunk? Dolgoznak! Az egyedüli emberi tény vagyok, aki dolgozik, és még valami értelme is van annak, amit csinálok, ugye? Most éppen milyen hülyeséget csinálnak már megint? Nagyon fontos dolgot. Pillanatokon belül leszáll az első magyar űrhajó a Szaturnuszra. Megbogyultak maguk? Hát arra nem fognak tudni leszállni. Hát az egy gázbolygó. Hát hol tanult maga ilyeneket? Én? A hulladékmenedzselési szakiskolában. Baszkus. Kuvasz 1, leszállást megszakítani nem biztonságos. A Szaturnusz egy gázbolygó, hallod? Ne szálljatok le, ne... Hallod, Kuvasz 1, hallasz? Nem hallja. Torony, itt Kuvasz 1. Én nem hallak titeket, de remélem ti hallatok engem. Kilépek a felszínre. Kis lépés ez egy embernek, de nagy lépés... Kuvasz 1, jelentkezz! Szegény. Na mindegy. Reméljük a napraszállás sikeresebb lesz.